Yazok, aus Eutung sage Unlock. Please stand clear of the closing door. A Kodály körön következik. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing door. A Bajza utca következik. A Hősök tere következik. Hősök tere. Budapesti Boys emlékfát azt a Műcsarnokban rendezett Joseph Beuys szimpózion keretében ültettük el 2000. október 25-e és 29-e között volt a szimpózion, ezt Pati Zsóka kezdeményezte, és akkor Beke László volt a Műcsarnok igazgatója, tehát ők ketten szervezték meg. A szimpózium az tulajdonképpen 3 napos volt. Mind a 3 nap során egész nap tartottak az előadások reggel 9-től este 8 óráig, meg még azon is túl. Tehát úgy általában délelőtt, vagyis hát nem általában, hanem egész pontosan délelőtt 3 előadás volt, és délutánonként 4 olyan résztvevőkkel, mint a Dieter Köplin, Johannes Tütgen, Volker Hárlán, Georg Jappe, Rea Tönge, Stringaris, Shelley Sachs, Glózer László, Antje von Grévenitz, Péter Sáta és a Rainer Rappmann, Friedel Menekes, tehát csupa olyan szakértő adott elő, illetve Beuys tanítvány, vagy Beuysnak a közeli barátai, akik őt nagyon jól, meg személyesen is ismerték. A Beke Laci megkért engem, hogy a szimpóziónnal párhuzamosan csináljunk egy eszékiállítást, egy Beuys eszékiállítást a Péter Sáta fotóiból, mert a 1977-ben a dokumentán a Péter Sáta volt a Beuys egyik asszisztens, amikor megcsinálta a Mézpumpa a munkahelyen című installációját, és akkor ezt a Sáta végig fényképezte, és azokban az években, tehát így 90-es évek vége, 2000 az, amikor dolgozni kezdett egy könyvön, ahol ezeket a
fényképeket publikálta, illetve írt hozzájuk, úgyhogy mi kaptunk a kiállítás számára egy nagyon exakt, szinte műszaki pontosságú leírást, hogy hogy nézett ki ez a gépezet, és hogy működött. A másik oldala ugye a faültetés volt, kérdeztem a Lacit, hogy benne lenne egy ilyesmibe, és ő természetesen benne volt, amennyiben én megszervezem. A facsemete szerzése az volt bizonyos értelemben a könnyebb része, mert a Rügyecskék ember és környezetvédő alapítvánnyal akkor én már jóba voltam, és ők vállalták, hogy szereznek facsemetét, tölgyfacsemetét természetesen, és a nehezebb részének az tűnt, hogy ezt engedélyeztetni kell, és akkor ki kellett deríteni, hogy ki engedélyezteti, akkor kiderült, hogy a főkert, és a főkertnek is azt hiszem igazgatósága, amelyik a Városligetet gondozza és tartja fönn. Föl kellett keresni a vezetőjüket, és vele megállapodni, de ők is nagyon készségesek voltak, úgyhogy nagyon könnyű volt velük együtt megtalálni azt a helyet, ami ideálisnak tűnt a műcsarnok mellett, és akkor végül is ők ásták ki a gödröt, a Rügyecskék szállította a fát, és akkor együtt a szimpózium közönségével és előadóival ültettük el, úgyhogy a vizet azt a vödrökben, a műcsarnokból hordtuk ki. Na most ez ősszel volt, és akkor természetesen ezt követően a fa már meg sem mozdult. Tavasszal kezdtünk el izgulni, hogy milyen lesz, amikor kizöldült, és elég későn kezdett el hajtani, úgyhogy már bőven benne voltunk a májusban, amikor látszani kezdett, hogy él. Viszont a rákövetkező évben a főkertnek a munkatársai úgy ítélték meg, hogy ez a fa elhalt, úgyhogy 2002. május végén ők ezt kivágták. Na most én nem értek hozzá, tehát biztos igazuk volt, de az kétségtelen, hogy ugye a csemetét azt a tövénél fűrészelték el, és egy pár héten belül ott egy kis hajtás megjelent. Viszont meg lehetett velük állapodni, hogy akkor ültessünk egy másik facsemetét ugyanarra a helyre, és akkor ugyancsak a Rügyecskék segítettek csemetét szerezni, és 2002. június 19-én délután 3 órakor másodszor is elültettük a fát, ami azóta nem volt vele semmi baj, tehát most már több mint 20 éves